Az elmúlt héten Kisvárdán, illetve Nyíregyházán három mérkőzés játszott az amatőr Európa-bajnokság selejtező csoportkörében a magyar válogatott. A Gerlicki Máté által irányított együttes az első meccsen 4-0-ás vereséget szenvedett Horvátországtól, majd a folytatásban 6-0-ra verte Azerbajdzsánt és 2-0-ra legyőzte Finnországot. A csoport élén a horvátok végeztek, kijutva a kontinens tornára, a magyar csapat pedig a második helyen zárt. Úgy kezdtük a tornát, ahogy nem kellett volna, de ha mindent egybevetünk és megnézzük azt, hogy sikerült felkészülni erre a tornára, illetve hogy nem sikerült felkészülni, akkor az teljesen jogos volt ez a vereség. Hogyha fordítva lett volna a sorsolásunk, és az első két meccs az Azerbajdzsán és a Finnország ellen lett volna, a harmadik egy kiki meccs lehetett volna a horvátok ellen, akkor én úgy gondolom, hogy maximális esélyünk lett volna a továbbjutásra is. Hát így sajnos az első meccsel már elment, annak az esélye, hogy kijussunk az EB-re. A másik két meccsen nagyon szépen fejlődött a csapat, és a harmadik mérkőzésre a finnek ellen már azt láttuk, amit szerettünk volna az első perctől kezdve. A szövetségi edző elmondása szerint a szakmai stáb és a játékosok számára is felejthetetlen élményt jelentett a három mérkőzés. Ez fantasztikus volt, ez csodálatos volt. Elég azt elmondani, hogy itt ugye nem lehet himnuszokat lejátszani, mert nem hivatalos válogatottokról van szó, és címeresmez nem lehet a srácokon, de minden mérkőzés előtt együtt elénekeltük bent az öltözőben a himnuszt. Hát azokat az arcokat és szemeket látni kellett volna, úgyhogy mindenki nagyon maximálisan átérezte, hogy itt most Magyarországot képviseli. Gerlicki Máté a selejtező tornával befejezte munkáját az amatőr válogatott mellett, a jövőben csak az NB3-as Tiszaújváros edzőjeként dolgozik a szakember.